Március 4-én újabb szemétszedést szerveztek a Tétényi fennsíkon. A részvételi költségvetésen az elmúlt években többször is nyert a projekt, amelynek célja a természetvédelmi körzet teljes megtisztítása. Tétényi fennsík megtisztítása a szeméttől, illetve a Tétényi fennsík védelme az egy nagyon fontos programja, projektje az önkormányzatnak, hiszen szinte minden célunk megjelenik benne, hisz Budafok-Tétény egy zöld kerület, és szeretnénk megőrizni zöldnek. Tehát a szó szoros és átvitt értelmében is szeretnénk ezt a zöld jelzőt megtartani. A kerületi szervezetek mellett az akcióhoz rendszeresen csatlakoznak önkéntesek, a középfokú oktatásban tanuló fiatalok pedig közösségi munkaként is igazolhatják a szemétszedési munkálatokat. Ez egy közösségépítő program is, hiszen a részvételi költségvetés sem belül jelent meg ez az igény, nagyon sok ember megszavazta, hozzáteszi a saját munkáját. Most negyedszer vagyunk itt, és ismerős arcok vannak, akikkel már korábban is találkoztunk, akik kezdetben még nem ismerték egymást, de most már barátként üdvözlik egymást, és nem csak a szemét összeszedése, ami nem igazán egy lélekemelő munka van napirenden, hanem a védelem. Kamerákat helyeztünk ki, és ezt is kérték az emberek, és érzékelhető, hogy sokkal kevésbé termelődik újra, sokkal kevesebb hulladékot szállítanak ide. Úgy vélem, hogy ez a közösség, amelynek a kialakításában a Környezetvédelmi Bizottság, Kovács István elnök úr és helyettese Krieger Krisztina képviselőasszony oroszlán részt vállalt. Ez a közösség ez sokra hivatott, és nem hiszem, hogy meg fog állni a Tétényi fennsíknál, hanem még nagyon sok hely van, ahol kifejthetik az aktivitásukat.